Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit tervez ez évben? Tehát 2024-ben ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, mit tervez idén. Ennek a díja 4000 forint. Ez a kártya rád utal, mégpedig a te jelenlegi helyzetedre. És ez a kártya az övé, az ő jelenlegi helyzete. Mindkét kártyán megjelenik a 10-es szám, és az jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. Ez lehet kettőtök között egy közös terv is. Közösen tervezitek a jövőt. Ami téged illet, nagyon fáradt vagy, kimerült, erőtlen. Itt a kardok tulajdonképpen jelentik a levegő elemét. Pontosan erre van szükséged, hogy fel tudj állni. Mégpedig a levegő eleme jelenteni akkor a könnyűséget, a játszadozást, a kommunikációt. Azt is jelentheti ez a kép, hogy zárj le bizonyos dolgokat, hogy végre fel tudj lélegezni. Ezek lehetnek negatív gondolatok, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi. Ezek lehetnek negatív érzelmek, félelmek, bizonytalanságok. Ezek lehetnek rossz kapcsolatok is, amikor úgy érzed, hogy mások kihasználnak téged. Nem csak az anyagiakat illetően, lehet, hogy rabolják az idődet, vagy az energiádat. Ezek lehetnek bizonyos tárgyak is, ami zavar téged a környezetedben, de nem tudsz elbúcsúzni tőle. Ez lehet egy bizonyos hely is, ahol nem érzed jól magadat. A munkahely, vagy ahova vásárolni jársz például, amikor úgy érzed, hogy nem kapsz levegőt, pedig pontosan erre van most szükséged. Változtass valamit a hozzáállásodon, hogy fel tudj állni, hogy könnyen menjenek előre a dolgok, hogy lélegezni tudj, hogy meglegyen a szabadság érzete, és hogy legyenek fontos beszélgetések. Ami őt illet, nála is a 10-es szám van. Tehát ő is tervez egy új kezdetet. De, ahogy látható, ő bátrabb, mint te, hiszen a tűz elemét képviseli, jelenti a lelkesedését, jelenti a bátorságát, de nem könnyű a helyzete, hiszen sok mindent kell cipelnie. Az lehet, hogy sok a munkája. Az is lehet, hogy itt is ott van, ott is ott van, itt is segít valakinek, ott is, és nincs ideje, elveszíti az energiáját, holott a tűz elemét képviseli, de mégis túl sok neki ez a jelenlegi helyzet. Valamit le kellene mondania, vagy nemet mondania, hogy gondoljon saját magára, vagy kettőtökre, oda fektesse be az erejét. És hogy mit tervez az idén, azt itt a kártyák mutatják. Megnézzük, hogy mit közölnek a képek, melyik életterületen lesznek majd változások. Miután itt el tud engedni valamit, akkor majd alakulnak a dolgok, meg nálad is. Itt a kereszt
jelentheti a hitet, jelenthet vallási témákat, jelenthet egy spirituális területet is. És itt vannak az anyagiak. Lehet, hogy ez a hivatása, és lesz egy új kezdet, vagy együtt fogtok dolgozni. Amit a kereszt még jelent, egy fontos kapcsolatot kettőtök között, hiszen a sors utatok kereszteződött, ez a találkozás nem volt véletlen. Sőt, jelenti a jövőt is, amit idén tervez, hogy a sors utatok újra kereszteződjön. A kereszt jelenti a döntéseket is, hiszen te is, meg ő is elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodtok azon, hogyan tovább, milyen irányba, tehát fontos döntések lesznek. Itt a halak jelentik az anyagiakat, mivel a halak mellett itt van a virágcsokor, azért az szerencsét hoz, itt lesz bevétel, lesz nyeremény. Amit a halak még jelenthetnek, a pénzügyi dolgokat, és ez összefügg a munkával, meg a hivatással is. Lehet, hogy ott is lesznek döntések, munkahelyi változások, és a virágcsokor akkor jelent egy jó lehetőséget, hiszen szerencsét hoz, vagy jelent egy kreatív tevékenységet. Ami kettőtöket illet, ami a párkapcsolatot illeti, a halak gyakran jelentik a belső értékeket, hogy te értékes vagy számára. Persze lehet anyagi segítség is. És itt a virágcsokor az ő terve, hogy lesz egy meghívás, vagy megajándékoz téged. Ő szépnek lát, hiszen a virágcsokor jelenti a te szépségedet, vagy egy szép környezetet is. Ami esetleg még lehet a virágcsokornál egy meghívás, ez lehet egy utazás, egy külföldi kapcsolat is, vagy egy ajándék, ami értékes útban van hozzád. A hajó jelenti a reményeket, hogy minden jóra fordul, de jelent külföldi kapcsolatokat, utazásokat is. Ez lehet egy közös út. Ez az út lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat kettőtök között. Ugyanúgy, ahogy a kereszt jelenti, amikor a sors utak kereszteződnek. És itt a ház, vagy az ő otthona, vagy a te otthonod, vagy egy közös otthon kiépítése, esetleg a szomszédok, a környezet, vagy a rokonság. Előfordulhat az is, hogy ő tervezi egy ingatlan vásárlását külföldön, vagy hogy külföldön él, de meglátogat téged, vagy lesz egy meghívás. Ami a munkát és a hivatást illeti, hiszen itt a pénzügyi dolgok is megjelennek, az lehet munka otthonról, vagy egy saját cég kiépítése. Itt megvannak az alapok, minden stabilnak tűnik. Sőt, itt mindkét kártya jelenti a szerződéseket is, és az nyereményt hoz. Amit a levél még jelenthet, egy dokumentum, vagy egy hír, hogy jelentkezni fog nálad, vagy elvárja azt, hogy te írj neki, és a gyűrű jelenti a kapcsolatot. A gyűrű gyakran utalhat olyan eseményekre, vagy találkozásokra, ami visszatér a múltból. És itt lesz egy jó hír. Itt látható az irány. Egy új irány. Ugyanúgy, mint a keresztnél is. Elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. És ez az irány egy jó utat jelent, hiszen itt van a szerencse. Ez a döntés szerencsét hoz. Ez a kártya jelentheti április hónapot is, hogy akkor lesznek szerződések,
vagy kapcsolat, vagy döntések, egy új irány. Ő keresi a helyét az életben, ahol le tud gyökerezni. Kell számára a biztonság érzete. És pontosan azt szeretné itt kiépíteni. Persze a fa jelenteti a természetet is, egy ház, egy gyönyörű környezetben, vagy amit a fa még jelenthet, az a türelem, hiszen a fának is időre van szüksége, amíg gyümölcsözik. Tehát kell a türelem ahhoz, hogy minden jó irányba forduljon. Amit a fa még jelent, gyakran egészségügyi témákról van szó. Ha ő beteg, vagy te vagy beteg, vagy valaki a családban, itt a szerencse, meg lesz a gyógyító erő, sőt, itt van a remény hozzá. Az is lehet, hogy beteg itt egy bizonyos helyzet, téged vagy őt. Itt is jóra fordulnak a dolgok, ami szerencsét hoz. Lehet, hogy úgy áprilistól kell még egy kicsit a türelem, amit a fa még jelenthet, egészségügyi témák, ezt már említettem, de jelentheti azt is, hogy ő vagy te ezen a területen dolgoztok, ez a hivatás. Lehet, hogy ő orvos, vagy téged érdekel a gyógyító erő. Ez egy jó döntés, hiszen látható a jó irány, a szerencse, és itt vannak a szerződések, tehát ez lehet egy munkahelyi változás is. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!